A házasság hetén nagy szeretettel köszöntünk a Libretto stúdiójában egy zongora művész házaspárt, Hegedűs Katalint és Hegedűs Endrét. Jó estét kívánunk! Jó estét kívánok! Jó estét! 45 éve alkotnak ugye egy párt. Csak 44 és fél. 44 és fél. Akkor közel 45, így stimmel. Időközben már három unokájuk is született, és viszonylag hamar három napon belül meg is történt a leánykérés, hogyha jól tudom. Mi a titka annak, hogy egy külső szemlélő számára fiatalon, hamar meghozott döntés, ilyen időtállónak bizonyult, és boldogítónak mindkét fél számára szemmel láthatóan. Én erre csak azt tudnám mondani, hogy van egy közmondás, hogy a jó házasságok az égben kötetnek. Tehát biztos, hogy a jóisten beavatkozása volt, de én amikor hazakísértem Katicát, iskolatársamat egy hosszú beszélgetést követően, volt ott Kispatak, fűszeres októberi éj, és megbeszéltük az élet fontos kérdéseit. Ezek közül csak egyet említek, hogy bizalom nélkül nem megy. Akkor utána búcsúzásul véletlenül el... Ezt nem meséld el, légy szíves, most jó, nem? Hát figyelj, nem kapunk most kivételt. Ez csak az eleje volt, és az a bizalom végül is az egy ilyen... mint egy ilyen vezérfonál, igen, az életünkben. Ugye Bandi nagyon sokat utazott, és én sokat gondoltam erre, hogy tulajdonképpen lehetnék féltékeny is. Egyszer-kétszer voltam, de akkor azonnal ezt félresöpörtem. Ugye volt egy ilyen 100%-osan mindig megbíztam benne. Hogy voltak nehezebb időszakok is a házasságukban, ilyenkor mi segített tovább lendülni, akár még olyankor, amikor az ember mondjuk elidegenedik a másiktól, mert nyilván lehetett ilyen is a hosszú évek alatt. Kétfélek vagyunk ebből a szempontból, mint ahogy az egész természetünk csak úgy, hogy mondjam, csak simul egymáshoz, mint a zár és a kulcsa. Katica ugye szangvinikus, én melankolikus vagyok, és nyilvánvalóan, hogy a családi hátterünk is nagyon különböző volt, erre most nincs idő, hogy kifejtsem, de szeretet volt szüleink között. És ezt nyilvánvalóan tovább is hoztuk, megfogadtuk, hogy ezt meg azt, amit szüleink tettek, mi nem fogunk direkt belemenni ezekbe a veszekedésekbe. És ez pénz miatt például. Építkeztünk, és nem egyetlen egyszer se veszekedtünk. Egyszer akartunk veszekedni, és leállítottuk magunkat. Segített ebben a projektben, ebben a helyzetben az, hogy van egy közös érdeklődési pont, a zongora művészet, a művészet? Abszolút. Hát mi úgy gondoljuk, hogy igaza van Szent Ágostonnak, aki azt mondta 1600 évvel ezelőtt, hogy az Isten azért teremtette és adta a zenét az embernek, hogy emlékeztesse őt szellemi hazájára. Igen, és most kimondtad a másik lényeges közös pontot, az a hitünk, a közös hitünk, amelyik még mélyebb a zenénél is, ezt el lehet mondani, és mi mindig tudtunk a Jóistenbe kapaszkodni, tehát ebben segítettek hát gyakorlatilag mindennapos imáink, így közösen is, akkor, amikor ugye Bandi itthon volt, mert ő sokat utazott, tehát, és az elköteleződés, tehát az az igen, amit kimondtunk, most már lassan 44 évvel ezelőtt az oltár előtt, azt hát ha nem is minden nap, de igyekeztünk tudatosítani, hogy minél többször kimondjuk. Az elfogadás és a tisztelet. Másikra. Valahol azt ez mondták, hogy önök olyanok, igen, mint két kavics a patak medrében, igen, és folyamatosan csiszolódnak. Nem is kell annak a két kavicsnak végül is teljesen egymásra csiszolódni, nem? Tehát az, nem, persze, vannak valami hát különbségek, az szükséges is. Az megviselte Katalint, hogy ugye említette, hogy sokat utazott a férje, és hogy olyankor azért gondolom több hárult anyaként. Hát igen, és ez egy külön érdekesség volt. Tehát amikor mi jó nagyokat tudtunk veszekedni, ha Bandi hosszabb ideig nem volt otthon, ugye hát többnyire én voltam apa is, meg anya is otthon a gyerekeknek, és úgy beállt egy ilyen rend. És akkor hazajött, akkor ebben mindig belezavart. Tehát alig vártuk, hogy hazaérkezzen, iszonyatos nagy öröm volt, nagy eufória. De kialakult és egy két rendszer. Két nap után úgy összevesztünk, és annyira bántott mind a kettőnket, de aztán végül is ezt is megtanultuk. Tehát ez nehézség volt, de hogy mondjam, hát ha szeretjük egymást, akkor a nehézségeken is túl tudunk jutni, sőt, minél több nehézségen ugye
szándékos akarjuk, mert akarjuk egymást, és minden nap akarjuk egymást. A nehézségek azok tulajdonképpen még inkább összekovácsoltak bennünket. Nézzük, most is látják, hogy ugye egy négykezest játszanak ugye itt a beszélgetésünk alatt. Ez is egy ilyen jó jelkép, egy ilyen kommunikációs jelrendszer, ugye ha már beszéltünk a művészetről, a zongora művészetről, ez működik a kapcsolatban? Tehát van olyan pont, amikor átváltanak a művészetnek a nyelvére, a jelrendszerére, és azt mondjuk, hogy na ezt beszéljük meg a zongoránál? Uh-huh. Így van. Létezik, és összesimulnak a recés felületek, hogy mondjam csak, mikor eljátszunk egy-egy kedvenc darabunkat, akkor már utána már nem is emlékszünk. Hogy mi veszünk össze. Egyébként az egy általános megfigyelés, hogy általában hülyeségekkel veszekszik az ember, és utána még egyszerűen nem is értjük, hogy miért kellett ezt csinálni. Van egyébként egy nagyon jó mondás, hogy ha valaki tényleg komolyan veszi a hitét, mi pedig igyekszünk komolyan hinni, ugye a jó Istenben, akkor el kell képzelni csak azt, hogy nézzük már ezt a problémát 10 évvel későbbről. Tehát egy más távlatból. Visszanézünk, hogy 10 évvel ezelőtt ezen veszekedtünk, Úristen, hát akkor annyira elveszíti minden élét, ugye, az a veszekedés. Ugyanakkor veszekedés nélkül nem megy. Nálunk a családban a szőnyeg alá söprés eléggé divatos volt, ami aztán néha robbant. Katicáiknál meg, ha csak hagyjuljunk ki a gyerekből, ami benne van. Katica azonnal reagált, aztán persze nyilván... Ezt is meg kellett tanulnunk egyébként összehangolni. Igen. Ugye a közös zenélésről esett közös már szó. Közös muzsikálás és a közös imádkozás. Mindig vissza kell térnünk arra, hogy mi azért egy ilyen különleges emberek vagyunk itt a mai társadalomban, mert leülünk reggelizés után, közösen imádkozni. Mert ugye 39. online házi koncertre sietnek most, hogyha jól igen. tudom. Hát még hazaérünk, igen. Ez is egy fontos pontja a kapcsolatnak. Igen. Akkor el is engedjük önöket, és egyébként nem csak a házi koncertre, mert március 11-én ugye a Zeneakadémia dísztermében készül egy nagy koncertre, előtte ugye, ha jól tudom, akkor Japánba indul hamarosan. Most vasárnap. Vojnovics Huszár villában is egy koncertet tart. Azt meg én, igen, és Bandi meg lapozom. Mindenhez kívánunk jó egészséget, és további jó erős házasságot és jó kapcsolatot. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük. Nagyon köszönjük.